Jó reggelt kívánok, június 4-e, hétfőn folytatjuk tovább a mokkát, az egész fővárosra kivetni a dugódíjat, erről beszélt Óbuda polgármester a múlt szerdai mokkában. Busz Balázs szerint ugyanis a Budapesti Közlekedési Központ koncepciója túlságosan megterhelni a külső kerületeket, mivel a többség ott tenné le az autóját. Az interjú részlete után Vitézi Dáviddal folytatjuk a mokkát. A BKK megkereste a harmadik kerületet, amiben P+R parkolók létesítésére tett javaslatot. Ez az, ami kapcsán kifejtette a harmadik kerület a véleményét, hogy egyrészt az a 290 P+R parkoló, amit létesíteni szeretnének, az elégtelen a harmadik kerületi forgalom csökkentéséhez, és javaslatot tettünk emellett, hogy milyen plusz P+R parkolókat kéne létrehozni, illetve kifejtettük azt is, hogy a dugódíj, a tervezett, amit a sajtóból meg lehetett ismerni, az milyen hatással lesz a kerületre, és ezért javasoltam azt, hogy lehet, hogy érdemes lenne megvizsgálni egy két lépcsős dugódíjnak a, vagy forgalomszabályozásnak a kérdését, hisz véleményünk szerint nem csak a belső kerületeket kell védeni, hanem egész Budapestet, és alapvetően a város határon kellene a közlekedést megfogni, ott kéne plusz P+R parkolókat létrehozni, hogy csökkenteni lehessen a külső kerületeknek a forgalom terhelését. A stúdióban, tehát ahogy jeleztük Önöknek, Vitézi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Miért nem tartja elfogadhatónak Busz Balázs javaslatát és elképzelését? Alapvetően a dugódíj, és egyáltalán az, hogy a közút használatáért díjat kell fizetni, az akkor értelmes, akkor van értelme nagy beruházásra kamerarendszereket kiépíteni, és ezt így működtetni, hogyha ennek az az eredménye, hogy nem egyszerűen csak beszedünk egy díjbevételt, hanem sikerül módváltásra a tömegközlekedés használatára ösztönözni az autósokat. Ezért vezették ezt be Londonba, Stockholmba, és ezért írta elő Budapestnek 2008-ban egyébként az Európai Unió a 4-es metró finanszírozásának feltételeként azt, hogy be kell vezetni a dugódíjat. Ez egyébként nem is egy választási lehetőség most, mert egyébként elvesztjük az uniós támogatását a metrónak, amit az ország nem tud maga kifizetni. Ilyen díjat bevezetni ott értelmes, ahol van módváltási lehetőség, tehát ahol vannak P+R parkolók, ezért is építünk sok helyen Budapesten, illetve néhány helyen azért már van ma is, és ahol van tömegközlekedési alternatíva. Amit az óbudai polgármester javasol, hogy az M0-ásnál vezessünk be dugódíjat, annak azért nincsen értelme, mert az onnantól kezdve tényleg adóvá válik, hiszen az M0-ásnál ma nincsenek P+R parkolók, és a metróvonalak ki sem érnek az M0-ásig, tehát nem lehet átváltani ott széles körben tömegközlekedésre. Én el tudom képzelni, mondjuk 10 év 15 év múlva, hogyha, és akkor még optimista vagyok, azt kell mondjam, hogyha minden ágon, minden metróvonal eléri az M0-ást, lehet, hogy még ez több év is lesz, akkor ezen el lehet gondolkodni, de most ez azt jelenteni, hogy az autósoknak valójában nincsen azon lehetőség elgondolkodni, hogy tömegközlekednek vagy autóznak, egyszerűen fizetnék ezt a díjat, és ez így nem érné el a célját, nem ez a célja ennek a rendszernek. De Vitézi úr, annyira egyszerűnek tűnik a képlet. Miért nem építenek akkor annyi P+R parkolót, amivel tényleg megoldódna ez a probléma, ez a helyzet? Én pont a mai Magyar Nemzetben van egy viszonylag tételes statisztika arról, hogy ugye két év alatt mindösszesen, ez nem tűnik soknak, 1000 parkolóhelyet építenének. Na most miután ugye a városban, a fővárosban naponta 600 000 autós fordul meg. Önök azt szeretnék, hogyha minél többen ugye a BKV-t használnák. Hát 600 000 autót 1000 parkolóhelyel szembeállítani, az mondjuk semmi. Nézze, ez a program ez úgy készült el, hogy a lehető leggyorsabban tudjunk P+R parkolókat építeni. Ez nem egy kizárólagos program. Fölmértük azokat a telkeket, amiket nem adtak még el az elmúlt 20 évben barkácsáruháznak, meg én nem tudom minek, a metroállomások, hévállomások környezetében, és ahol alkalmas P+R parkolónk, és ahol találtunk ilyen lehetőséget, amit gyorsan meg lehet csinálni, egy kisajátítási eljárás, ha magántulajdonban van az ingatlan, aztán sok évbe telik. Ott építsünk gyorsan. Ilyet a főváros korábban soha nem csinálta, ahogy mondtam is, eladták a telkeket a környéken, elég, hogyha körülnézünk egy-két nagyobb metróállomás körül. Nem ez a kizárólagos programunk egyébként, a Kőbánya-Kispesti bevásárlóközpont mellett átadunk rövidesen egy 350 férőhelyes P+R parkolót, a 4-es metróhoz kapcsolatban Örmezőn több mint 1000 férőhelyest építünk. Ez az a program, amit a mai újságok írnak, és amit a közgyűlés nemrég elfogadott, ami egy ilyen gyors beavatkozás azokon az üres telkeken, ahol ezt meg lehet tenni. Ezért kerestük meg az óbudai polgármestert, hogy ezt támogassa. Egyébként én nem tudom, hányszor kereste meg a főváros Óbudát, hogy P+R parkolót szeretne építeni, de szerintem az elmúlt 20 év alatt egyszer sem. Ehhez képest nem túl pozitív választ kaptunk, de hát ez benne van mindig a pakliban. A lényeg az, hogy szeretnénk egy ilyen programot minél széles körülben megvalósítani.
De ezek a P+R-ek jellemzően azokat a budapesti autósokat szólítják meg, akik mondjuk Óbudán, a Kertvárosból nincs igazán jó tömegközlekedés, autóval elmennek a hévégés ötlet teszik. Aki az agglomerációban lakik, ott az a, tehát nem lehet 10 000 fős P+R-eket csinálni a városhatáron, mert annyit kell gyalogolni abban a parkolóban, hogy ez már rég nem lenne működőképes. Sehol a világon nem működnek jól ilyen több ezer férőhelyes P+R parkolók. Ezeket az autósokat a saját településükön kellene, és van, ahol sikerül is úgymond megfogni, és minden egyes ilyen agglomerációs településen lokálisan kéne P+R parkoló. A probléma leginkább az, hogy nem akarok általánosítani, de sok agglomerációs településnek nincsen meg az érdekeltsége, mert őnki nem érdekel, hogy ne jöjjön be autóval Budapestre, és ezért az ő területén viszont mi nem tudunk helyette P+R parkolót építeni. Tehát itt hiányzik egy regionális gondolkodás a közlekedéséről Budapest környékének, ebben van adóssága. Még csak egy apró kérdést engedjen meg, Vitézi úr, aztán mindjárt beszélünk a taxis tüntetésről, vagy sztrájkról, vagy forgalombénításról, hogy például azokkal a helyszínekkel mi lenne, ami mondjuk Budapest határában van, kicsit közel vannak mondjuk az autópályák lejárataihoz, bevásárlóközpontok óriási nagy parkolóival kapcsolatban, hogy ott hogyan különböztetnék meg azokat az autósokat, akik mondjuk tényleg vásárolni mennek, azoktól, akik ott hagynák egész napra az autóikat, mondjuk pár száz forintért, akár egy BKV jegyáráért. Mi most ilyet nem tervezünk, tehát ezek a P+R parkolók, amiket építeni szeretnénk, ezek szeparált, zárt P+R parkolók. De ezeket a parkolókat egyébként nem is vonnák be? Az a baj, hogy a legtöbb ilyen nagy bevásárlóközpont parkoló, ez olyan helyen van, ahol viszont nincsen tömegközlekedés. Tehát ott most lehet egy ilyen buszjáratot indítani 10 percenként oda, de ezek igazából alibi megoldások lennének, mert nem tudnának akkor a kapacitást felvenni. A P+R akkor működik jól, hogyha a kötött pályás közlekedéshez kapcsolódik, ami megbízható és ami rá lehet szállni. Ahol sajnos ma ugye a kötött pályás hálózata azért Budapestnek nem burjánzik túl a város határon túlzottan, ahol lehet, ott ki fogjuk mellette építeni a P+R parkolókat. A kettes metró mellett nem tudunk sajnos ma kiebb, mint az Örs vezértere P+R parkolót építeni, de fogunk az Örsön bővíteni, fogunk a Pillangó utcánál kiépíteni a mai Murvás rész helyett, ugyanígy fogunk a Szentendrei hév belső megállóiban kiépíteni P+R parkolókat. Tehát ezek a Kökin a 3-as metró végállomásán, ugye annál kiebb nem megy a 3-as metró, tehát kiebb nem tudunk P+R-t építeni a 3-as metróhoz. Tehát ez folyik, illetve segítünk abban, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő a vasútvonalak mellett építsen ki P+R parkolókat, ugye ez az ő feladatuk, de ebben is egy átfogó program megvalósul. De én annak a híve vagyok, hogy minden állomás mellett legyen ott egy néhány száz férőhelyes P+R parkoló, ez így működik Bécsben, így működik Frankfurtban, és ne több ezer férőhelyesekben gondolkodjunk, mert azok nem működnek jól. Onnan nem lehetne ugye átlátni és átsétálni egyik pontból a másikba. No, mindjárt néhány perc múlva foglalkozunk a taxisok mai akciójával, a forgalomlassítási akciójával. Azt árulja el nekem, Vitézi úr, hogy miért nem adtak lehetőséget arra a taxisoknak, hogy az önök új szabályozása egy hosszú távú átmeneti időszakot karoljon fel. Hát ilyen intézkedéseket azonnal nem lehet bevezetni, hogy az autók ne legyenek 10 évnél öregebbek, az, hogy... Hát nem tudom, milyen javaslatom még volt korábban? Sok javaslat van ebben a rendelettervezetben. Valóban van a 10 éves életkor, az, hogy legalább Euró 4-es motorjuk legyen, légkondicionáló legyen bennük, dohányzási tilalmat vezetünk be a taxikba, minden taxiba előírjuk. Motor legyen, ugye olyan nem lesz, az egy félreértés volt, de valóban a motor teljesítmény elő lesz írva, nem a köbszenti, de a teljesítmény. Elő lesz írva, hogy minden autóban kell bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítani. Egy egységes szolgáltatási színvonalat szeretnénk elérni. Nem azonnal kell ezt megtenni. Persze van olyan javaslat a taxisoknak, hogy 8 év alatt kelljen erre fölkészülni, de szerintem ez irreális a mai világban, meg az emberek azért elvárják, hogy a taxis közlekedésben legyen rend Budapesten. Mi azt mondjuk, hogy 2014-re, 13-ban már folyamatosan a lejáró engedélyek ütemébe kell átállni, és 14 január 1-ére kell minden taxinak megfelelni. Addigra jár az összes engedély, és kell mindegyiket megújítani, és már megfelelni az új szabályoknak. Tehát ha mostantól nézzük, akár másfél év is rendelkezésre állhat a taxisoknak arra, hogy felkészüljenek. Én azt gondolom, hogy főleg, hogy erről a szabályozásról most már egyeztetünk szintén fél éve körülbelül. Ennél nagyobb felkészülési időt a mai világban azt gondolom, hogy egyetlen jogszabályra se adnak, és ez alatt föl lehet készülni. Egyébként nem tartanak így a taxisoknak a bosszújától? Nézd, én ha a taxiből ülök, mindig megkérdezem a taxist arról, hogy mi a vélemény erről a szabályozásról, és elég sokukkal beszélgettem az elmúlt időszakban is. Én azt látom, hogy nagyon megosztott ebben a taxis társadalom. A taxisoknak egy nagyon nagy része, aki ma is tisztességesen dolgozik, és azt látja, hogy sokan tisztességtelenül megélnek ezen a piacon, és ő betartja a szabályokat,
örül annak, hogy lesz végre szabályozás, mert ő ma is megfelel ezeknek a szabályoknak. Sokan pedig azt mondják, hogy nekik ez hátrányos, de ugyanakkor a taxisok összes érdekvédelmi szervezete azt követeli tőlünk, hogy legyen kevesebb taxi Budapesten, mert amiatt van ez a legnagyobb felháborodás a taxisok részéről, hogy nincs elég fuvar, és hogy nincsen szabályozva a létszámuk. Most azt megmondani, hogy akkor mostantól x ezer taxi lehet, és ön lehet taxis, ön meg nem lehet, ilyen szabályozás nincs. Indirekt szabályozás van, de az viszont azzal fog járni, hogy valaki kiesik, akinek nem megfelelő az autója, nem megfelelő a szolgáltatási színvonala. Tehát egy ilyen szabályozás ez erről szól, mi egységes szolgáltatást szeretnénk. Én ezért amondó vagyok, Vitézi úr, hogy figyelje azért a taxisoknak a kéréseit, elvárásait, és természetesen azt, hogy mekkora galibát okozhat a fővárosnak, ezen csak a mai napon ezren mennek ki ugye az utcára. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.